100 év azért az egy komoly idő. Szoktam rendezvényekre járni, olyanon még nem mondtam megnyitót, ahol, vagy köszöntőt, ahol 100 éves lett volna maga az intézmény. Bár járunk szépkorúakhoz, 95 meg 100 éves idős embereket is köszöntünk, nagyon érdekes dolgokat szoktak mesélni. Többek között egyébként a BSC-ről is. Ugye ez azt jelenti, hogy 1924-ben alakult meg. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy miért jött és hogyan jött létre egyáltalán. Túl voltunk pontosan 6 évvel az első világháború után, arra senki nem gondolt, hogy 15 év múlva újra jön egy, azaz a nyugodt békeévet élte Európa, Magyarországon a gazdaság kezdett fejlődni, megalakították pont 1924-ben, amikor a BSC is létrejött, a Magyar Nemzeti Bankot, tehát a gazdaság is kezdett fellendülni, és akkor úgy gondolták itt néhányan, akik szerettek focizni, hogy létre kellene hozni egy egyesületet. Most ugrunk egy nagyot, hiszen én igazából a rendszerváltástól tudom figyelemmel kísérni azt, hogy mi történt itt Budaörsön. Annak idején egy salakos pályán rúgták a bőrt a Budaörsi Sportklub focistái, és akkor azért kaptunk rendszeresen a Városházára levelet, hogy csináljunk már valamit, mert a múltkori meccsen is két ablak tört be a szomszédos házakban. Hát most ott szerintem Magyarország, de Budaörsön biztos a legszebb bölcsőde működik, és ezt a sporttelepet, úgy álmodtuk meg ezt az egész területet ezelőtt olyan 25 évvel, amikor még nem nagyon voltak olyan anyagi lehetőségei a városnak, mint most. A térképre ránéztünk, nem tudom, ki ismeri azt a fogalmat, néhány idősebb úrót biztos. Ha a térképre ránéztünk, ennek ilyen túrózacskó formája volt, mert ilyen ég alakú, és az alján a földet kitúrták, és pont úgy nézett ki, mint egy túrózacskó. És azt mondtuk mindig, hogy ezt a területet meg kellene őrizni, hogy szabadidős, rekreációs sportlétesítmények jöjjenek létre, és hát hál' Istennek ezt sikerült is megvalósítani. Szerintem hát megyeileg biztos, de talán országosan is a legszebb fekvésű sportpálya ez. Sajnos még azért az NB1 messze van a focistáinktól, de ugyanakkor ugye azt is tudjuk, hogy időközben a TAU miatt a futball az egy önálló KFT lett, de azért ők is őrzik továbbra is a BSC nevet. De mindazon szakosztályok, amelyek itt Budaörsön működnek, nagyon szép eredményeket értek el, és számunkra, önkormányzat számára az a legfontosabb, amit most is itt látok, hogy nagyon sok gyerek szereti meg a sportot, választhat a legkülönbözőbb sportágak közül, és ugyanakkor a versenysportban nagyszerű eredményeket érünk el. Lehetne sorolni akár melyik sportágban a kiemelkedő eseményeket vagy eredményeket, de most csak, hát ha úgy tetszik, egy kicsit szubjektív módon is a legutóbbi nagy sikert említem, amikor 3 héttel ezelőtt, ugye? A sportcsarnokban, ami szintén a rendszerváltás után jött létre és szolgálja azért a különböző sportszakágának a lehetőséget. A BSC a női asztali tenisz szakosztálya Európa kupát nyert el, ami szerintem egy óriási eredmény. Itt vannak valamennyien közöttünk, és ezúton is gratulálok mindannyiuknak. És hát én, ha valamit itt mondhatok, akkor annyit kívánok a BSC-nek és mindenkinek, nektek fiataloknak azt, hogy minél szebb sikereket érjetek el, akik meg a versenysportban érnek el sikereket, azok éppen arra mutatnak példát, hogy érdemes legyen nálunk sportolni, aki pedig csak szabadidős eltöltés gondolja a sportot, az is nagyon fontos, ezért hozunk létre különböző olyan helyszíneket, ahol az egészséges életmódra lehetőség van. Szóval boldog születésnapot kívánok, és legalább ilyen sikeres 100 évet, akkor már nem mi fogunk köszöntőt mondani. Kedves egyesületi tagok, jó titeket így látni az centenáriumi ünnepségre elkészült egyen pólóban. Szerintem ez mutatja a leginkább és a legjobban, hogy bár 8 szakosztály alkotja az egyesületet, ugye a labdarúgást is belevéve, de most mutatkozunk meg így ebben az egyenpólóban leginkább, mint egy igazi egyesület. 100 év nagyon hosszú idő, legyünk közösen büszkék arra, hogy egy olyan városban és egy olyan sportegyesületben tehetjük a dolgunkat, amelyik ilyen kort ért meg, és ilyen eredményeket ért el, ami elsősorban az itt lévőknek köszönhető.
A mostani rendezvény fő célja, hogy ne csak az élsportolók, ne csak a VIP vendégek, ne csak a sportvezetők érezzék azt, hogy születésnapja van a klubnak, hanem azt szerette volna a Budaörsi Sportklub elnöksége, hogy valamennyien érezzétek, valamennyien legyetek részese a születésnapnak, és ez a délelőtt ma ezt szolgálja. A póló mellett mindenki kapott ajándékot is ma. A fiatalabbak egy logózott táskát, az idősebbek pedig egy szintén a 100 éves a Budaörsi Sportklub felirattal ellátott powerbanket, amit tudtok a hétköznapok alatt is használni. A Budaörsi Sportklub mottója, mert ma is kell egy jó klub, ez a klub szerintem valóban egy jó klub, köszönhetően elsősorban a város támogatásának, a többi támogató segítségének, az egyesületben dolgozó szakosztályvezetőknek és edzőknek, de hát ugye mit se érne egy sportegyesület a sportolók nélkül, tehát én most elsősorban itt a legkisebbektől a legnagyobbakig, legidősebbekig a sportolóknak szeretném megköszönni mindazt, amit a Budaörsi Sportklubért tettek és tesznek. És a labdarúgást én is annyiból szóba hoznám, hogy nem lehetett kérdés egyikünk számára se, hogy ezt a centenárium ünnepséget közösen a labdarúgókkal szervezzük meg, hiszen a labdarúgás nélkül nem lenne 100 éves a Budaörsi Sportklub, emellett pedig valóban ez a gyönyörű létesítmény a legjobb helyszíne ennek a mai rendezvénynek, főleg, hogy a időjárás is köszönt minket a centenárium ünnepségen. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy mindnyájatoknak, mindnyájunknak boldog születésnapot kívánok, boldog születésnapot Budaörsi Sportklub